Szeretetek, köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a reakcióról itt a Safe City keretein belül, tehát konferencia keretein belül beszéltek, mert ez a program, ez a szívem csücske, úgyhogy köszönöm szépen azt a vezető úrnak, hogy ezt... Annak már kevésbé örültem, hogy 15 percem van csak rá, igazából erre a programra, de aztán tegnap egy telefonbeszélés során 17 percre sikerült ezt felcsikarni, úgyhogy remélem, hogy ezt még fenntartják ezt a mostani állapotot. Nagyon örültem annak is, hogy egy előadó kiesett. De vissza komolyra folytva a szót, ugye alapjában a program, mint mondtam, ez mindenképpen a szívem csücske ez a program. 2010-ben kezdtük el ennek a programnak a kiépítését, pontosabban kezdtem el, még a BRFK bűnözés osztályon, ez még Interactive Police névre hallgatott. Akkor 6 fővel kezdtük el ezt a programot kiépíteni. És igazából a csúcsát a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanácsnál 2015-ben érte el, amikor a reakció nevet megkapta, és akkor országos program lett igazából a reakció. Lehet látni, hogy már nem is 6 fővel dolgozunk, hanem most már 55 fő az állandó létszámunk. Különböző szervezeti egységektől, illetve iskoláktól jönnek az állandó résztvevők. Az állandóság egyébként pont a programnak az egyik erőssége, majd elmondom, hogy miért. Amit el kell mondanom a programmal kapcsolatban, hogy mindig gondolkodtunk azon, és itt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál is gondolkodtunk azon, hogyan lehet hatékonyan megszólítani a fiatalokat. Egyrészt hogyan tudunk reagálni hatékonyan, akár a köztük lévő verbális agresszióra, az iskolai erőszakra, vagy éppen az internetes bántalmazásra, klasszikusan cyberbullyingra. Hogyan tudunk reagálni hatékonyan szerfogyasztásra, mert ugye az internetnek köszönhetően az iskola nagyon komolyan elterjedt a fiatalok életében. Illetve azért azt is kell ismernünk, hogy a korosztálynak milyen jellemzői vannak, ez a generációs jellemzők. Ugye kortárs hatás, kihívások keresése, kockázatkeresés. Ez semmiben nem mások, mint mi voltunk. Én ugyanilyen voltam, mikor kamaszkoromban. Én is véletlenül gyújtottam be osztálytársnőmnek a pulcsiját is, például órán, kémia órán. Kipróbáltam, hogy működik a gázcsap. Tehát voltak ilyen példák. Kockázatkeresés, kihívások, kortárs hatás. Ez mindenképpen jellemző rájuk. Viszont most már egy másik világba is belecsöppentek, az internetes világ, ami még inkább, még nagyobb veszélyforrásnak vannak kitéve, hiszen nagyon hamar találkozhatnak olyan tartalommal, amivel mi nem kellene. Ilyen felnőtt tartalmakra gondolok. És mellette ugye a rohanó világunkban, ugye már a szülő sem mindig tud olyan szinten figyelmet folytani a gyerkőcre, tehát az a fajta érzelmi töltés sincsen meg, az a fajta biztonságos háttér, amire szüksége lenne, hogyha ilyen felnőtt tartalommal találkozik. Ezért tudtuk azt, hogy olyan programot kell felépíteni, ami nem a passzív befogadásra épül, nem arra épül, hogy mondjuk én frontálisan elmondjam, mert ez már idejét múlt, hanem arra épül, hogy ő aktívan elsajátítson, hogy tapasztalva tanuljon, hogy vonjuk be a fiatalt, legyen a események részese a fiatal, tapasztalja meg, élj át. Ugye most már elhangzott itt előadások alkalmával ez a bölcsesség, igazából a reakció pont ez a fajta modern tanítási irányzatokhoz is nagyon jól kapcsolódik. Ugye ott van, kimondják, hogy ha csak elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok. Ha részt veszek benne, akkor megértem. És pont a megértésen van a hangsúly. Mi nem könyvtárszagú ismeretet szeretnénk átadni a fiataloknak a reakcióval, hanem mindenképpen azt, hogy a adott helyzetben, adott döntési szituációban a jó döntést hozza meg. És a baráti körben is, hogyha látja azt, hogy érzékeli azt, hogy baj van, tudjon nemet mondani. De viszont ehhez át kell élnie, ehhez tapasztalnia kell, ehhez be kell vonnunk őt. Ugye milyen módszer? Önmagában egyébként a reakció tartalmaz élménypedagógiát, tartalmaz drámapedagógiát, tartalmaz médiapedagógiát, konstruktív pedagógiát, tehát számtalan módszert. Muszáj ilyen színes módszert annak megszólítani a fiatalokat, mert különben nem figyelnek már ránk. Ugye célzottan a reakció, ez a 15-16 éves korosztályt célozza. Nem véletlenül. Jogsértések terén is, statisztika is mutatja, a 15-16 éves korosztály leginkább az érintett, akár mondjuk egy erőszakos jellegű bűncselekményben. Ugye iskolai erőszak kapcsán is, a bántalmazások kapcsán is, a testi sértések kapcsán is, főleg ez a korosztály az érintett. Ugye a másik része pedig, hogy egy modern bűnmegelőzés, egy jó bűnmegelőzés attitűdöt fejleszt, formál, mellett ugye pályorientációt is nyújt, tehát ugye a rendőrség felé, tűzoltóság felé, vagy valamilyen más szakma felé, hogy ne csak az influencer legyen a csábító tényező, vagy a youtuber, vagy vlogger leszek, blogger, az a jó, népszerű lehetek, hanem mindenképpen valamilyen szakma felé is orientáljuk. A másik része pedig, hogy kompetenciát is fejleszt. Méghozzá a szociális kompetenciát. Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. A harmadik része pedig, hogy kihívást nyújtson, és sikert nyújtson, és legyen benne humor. Mert egy mai fiatalt, hogyha nem csempészünk bele humort egy ilyen pedagógiai programba, akkor nem biztos, hogy olyan szinten rögzül az ismeret, hogy mi ezt szeretnénk rögzüljön.
Önmagában a reakció egyébként egy teljesen, most már egy, ugye a reakció, 2015-ben lett a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanács által kidolgozva. Ugye most már 34 alkalommal, 4 év alatt 34 alkalommal jutottunk el különböző iskolai helyszínekre, és ebben pedig több mint 8000, tehát közel 9000 gyerkőcet szólítottunk már meg, és közel 600 pedagógust majd lehet látni. Ez egy országos program, tehát most már nem csak Budapest területén mozgunk, hanem országos program, interaktív program, és ráadásul olyan program, amit lehet látni egy-két ilyen képkockában is, hogy életből merített szituációkon keresztül adunk át prevenciós ismeretet. Úgy, hogy kortárs diákok bevonásával. Ugyanis vannak nekem kortárs szereplőim, majd látható a Tánkároly iskolából, rendészeti osztályból. Van olyan diákom, aki már 2010 óta dolgozik velem, most már rendőrként vesz részt a programban. Egy másik diákom tűzoltóként vesz részt a programban. A harmadik az mentősként vesz részt a programban. Tehát korábban még diákként csatlakozott hozzánk. Tehát köznapi szituációkat viszünk színpadra, életből merített szituációkat, megtörtént eseteket, és itt hangsúlyoznám azt, hogy pont ez a fajta köznapi szituációi jelleg az, ami leginkább egy erőssége a programnak. Mert ebbe bármelyik fiatal belekerülhet, rablás, lopások, testi sértés, féltékenység miatt, vagy éppen a verbális agresszió miatt, vagy éppen mondjuk esetleg a közlekedési baleset, itt a sámüvetés, kábítószer birtoklás, ezekbe belekerülhetnek. Akár elkövetői, akár áldozati oldalon. És nem azért, mert született bűnöző. Pont most írt egy tökörről, ugye a fiatalkorok börtönéből szabaduló diák, volt diákom, ugye én már sajnos ismertem, aztán hozott egy rossz döntést, és leírta az élet történetét. Az a címe, hogy rossz döntések sorozata. És nem azért, mert ő született bűnöző volt, hanem voltak olyan élethelyzetek, olyan szituációk, amikor ő nem a jó utat választotta, hanem valamiért belesodródott, akár baráti kör révén, akár család révén. És sajnos sok esetben ilyen helyzetbe kerülnek bele a fiatalok egy rablásba, vagy egy testi sértésbe, vagy akár egy még súlyosabb bűncselekménybe. Viszont ahhoz, hogy ezt a fiatal megtanulja kezelni, az adott helyzetet, szituációt, át kell élnie. Tapasztalattanulás. Ez a legfontosabb hozadéka a programnak. Hozzákapcsolom, hogy a visszatérő központi fogalmai is vannak a projektnek. Ugye például a döntések. Tudjon nemet mondani. Döntési helyzetek. Mi az, ami befolyásolja a gondolkodásunkat. Barátok hatása. Ezek mind-mind visszatérő gondolatai, kollektíva, és tett következmény. És ráadásul még a kockázat is ott van, mit veszíthet, ha egy olyan helyzetbe, egy olyan szituációba belekerül. Ugye önmagában egyébként azt el kell mondani, hogy itt a maga a diákjaim, akik szerepelnek is, van köztük olyan, aki egy nagyon rossz családi háttérből származik. Klasszikusan diszfunkcionális családból származik. Vagdosta magát. Tehát valamiért, ha belül fáj, kívül is fájjon, mint mondta. És belekerült a programba, igazából egy család része lett, és most már érzi azt, hogy ő ad valamit a közönségnek, ő ad valamit a diáktársainak, fontosnak érzi magát, valóban tartozik, és innentől kezdve már teljesen abbahagyta ezt a fajta tevékenységet, és teljesen jó úton indult el. Már jobban tanul, stb. Család, egy hátteret teremtett neki ez a program. Viszont a diák is sokkal jobban fogadja el magát a szereplő diáktól adott szituációt, amikor színpadra visszük, a rablást, a garázdaságot. És ráadásul, amikor bevonjuk a közönséget, a közönségből én, mint narrátor, bevonom, mert ugye a narrátorként mind a közönség, mind a szituáció, mind a szereplők között kapcsolatot tartok, bevonom a közönségből a diákot, belekerül egy adott helyzetbe, akkor felfogja, hogy úristen, tényleg képes vagyok rossz döntést meghozni. Van olyan szituáció, amikor egy diákot kiállítok egy roncsautó mellé, hogy látunk ilyen képet. Annyit kérek tőle, néződiákot, hogy álljon mellé és várjon. Jönnek a szereplőim, 5 perc elteltével, elkezdik rongálni az autót. Csoportos garázda magatartás, rongálással fűszerezve. Mit csinál a diák, aki bevontunk? Elkezdő is rongálni. Mert többiek is rongálnak. És utána pedig belemegy még egy csoportos rablásba is, ami ott van mellettük, ugye történik az autó mellett. Tehát egy bűnhalmazat alakul ki abban a pillanatban. És megkérdezem tőle a srácot, akit aztán majd később át fogok adni a büntetésvégi rajtásnak, mert a büntetés teljes folyamatát végigvisszük ilyenkor. Megkérdezem, hogy ki mondta azt, hogy te állj be rugdosódni? Miért tölted le a roncsautónak, ezek oda szállított autók, tehát nem tanárok kocsiját tesszük ilyenkor tönkre, hanem mindenképpen szállítunk egy szituációs, szimulációs járművet ilyenkor oda. Miért tölted le a visszapillantó tükrét? Hát mert mondták, ki mondta? Én? Én azt kérdezem, hogy állj mellé. De hát többiek mondták. És mondta, hogy a utcán történik, a valóságban, már benne vagy egy csoportos garázdaságban, egy rongálásban és egy csoportos rablásban.
És akkor ugye kapcsol a srác, de ugye most vagy átélte, tapasztalja, talán elő fog neki jönni, amikor adott helyzetbe belekerül, hogy igen, ilyen könnyen tudok belesorródni, mert hallgatok másokra. Nem akarok kilógni, nem merek nemet mondani, mert akkor kirekesztenek. Mellette ugye elmondanám, hogy a maga a programnak ugye központi célja az, hogy az iskolai erőszakot csökkentsük. A bűncselekmények számát csökkentsük, mérsékeljük. Ugye mellett az erőszakos kommunikáció kapcsán, és ugye ezt szeretnénk egy kicsit más irányba terelni, asszertivitás felé. Mellette ugye pályorientáció, attitűdformálás, és ugye ott van még mellette, amit kiemelnék, hogy a bűn megelőzési ismeretek elmélyítése. Ez csak úgy lehet, hogy tapasztalva tanulás révén. Központi fogalmak, mint mondom, újra és újra ismétlődnek. A másik része pedig, ami erőssége a programnak, és itt lehet látni az érzelmeket is kivált, majd látjuk nagyobb képbe is, ami erőssége a programnak, hogy egyfajta ilyen rugalmas forgatókönyv van, állandóan módosítjuk, állandóan bővülünk, új és új elemeket teszünk bele. Közvetlen élményt nyújt szemben az internetes világgal, ami egy ilyen statikus élmény. Ugye mellette azt még kiemelnék még a tapasztalati tanulás, átéli a fiatal, benne van a fiatal szituációba, bevonom a közönségből, szúrópróbaszerűen, de általában azért kiválasztom a hangadókat már első szemre, hogy ki az, akit érdemes bevonni egy szituációba. Mindig kérdezik a tanárok, hogy hogy ismertem fel őket. Hát mondom, csak körülnéztem. A másik része pedig, hogy amit egyedi előadás módja, illetve maga az egyedi megvalósítása az, ami igazából egy nagy erősség ennek a programnak. És a kortárs diákok, a kortárs szereplők, és a hitelesség. Hitelesség, nem, ugye mondtam, hogy vissza fogok térni az állandóságra. Hitelességet az adja, hogy akik részt vesznek benne kollégák, azok mind hivatásos kollégák. Tehát vannak köztük BV-sek, majd lehet látni, vannak köztük mentősök, tűzoltók, polgárőrök, rendőrök, és valószínűleg mehette állandó tagok, tehát már nincsen üres járat sem a programban, hanem ugye egyik jelenetből szövődik át a másik. És a diák csak úgy kapkodja a fejét, és ez pont megfelel annak a fajta ingergazdag világnak, ami belecsöppentek, ami beleszülettek. Ugye, mint mondtam, a büntetőjárás teljes folyamatát végigvisszük, ugye egész a döntés megszületésétől, ugye ott van például itt a srácok, ott van egy dealer személy, akkor nem a narrátor voltam éppen, hanem dealer, kábítószer dealer. Ugye ott vannak el a kutyások. Ugye maga a rendőrintézkedést is belevisszük. Mellette ugye ott van az a rendőrintézkedés azon részei, amik ugye a bizonyítás során ugye fontosak lehetnek számunkra. Ott van mellette ugye a megérdemelt jutalom is a felső sarokban. Ugye itt megpróbálok arrébb, hogy mindenki lássa. Ugye itt szintén vannak nyomozati cselekmények is, illetve különböző eljárásjogi cselekmények is megjelennek a színpadon. És mellette pedig ugye az előállítás, mint olyan rendőrintézkedés, kényszerintézkedések is megjelennek a színpadon, és utána pedig persze értelemszerűen itt az egyik ilyen hangadó srácot, például a diákot, akit bevonulunk a közönségből, itt átadtuk a büntetés végrehajtásnak egy ilyen gyorsított eljárásban. És egy ilyen rögtönzött fogdán, amit ugye a udvaron szintén elhelyeznek egy ilyen rendőrségi zárkát, igazából nem fogdát, zárkát, abban a zárkában megtörténik maga a befogadás is, tehát ilyen befogadó zárkába helyezzük el, utána pedig átszállítjuk egy más bent lévő fogvatartott mellé, a másik bent lévő fogvatartottat pedig egy régi BV-s kolléga játssza el, általában nem fogadja finoman a fiatal embert. És ezt követően lehet látni, hogy a műveleti osztály hogyan dolgozik egy ilyen bűnvádas bűncselekménynél, amikor bent van valaki, és elkövet még egy bűncselekményt, és erre kap plusz büntetést. Nekem van bent olyan fiatal, ugye van egy börtönlátogatás programom is, egy olyan fiatal, aki 14 éves korba került be, lopások miatt 16 éves korban szabadult volna, most jelen pillanatban 19 éves, és még van 10 év letöltendője. Tehát bent szintén ugye erőszakos magatartást tanúsított, újabb és újabb büntetést kapott. Ugye ezeket mind megtudják, hallják, tapasztalják, átélik. Ugye itt lehet látni, hogy a programot magát, ugye a következményeket legjobban mutatja be, és itt nem csak a jogi oldalról van szó, hanem a lelki, testi következményekről is. Egy diszkóban esettel zárjuk, egy ittas járművetéssel zárjuk, ugye mellett a kocsit is felgyújtjuk, persze el is oltjuk. Itt már egyébként nincsenek benne a diákok, tehát nehogy itt valaki aggódjon. Tehát előtt a szituációt azt ugye leforgatjuk, és ezt követően pedig a kocsi felgyújtással zárjuk a reakció programot. És hogy is épül fel egy ilyen program? Egyrészt vannak benne összekötő játékok a szituációk között, ami mondjuk az indulatra vonatkozik, vagy éppen a függőséget szimulálja. Vagy éppen próbálja meg nemet mondani, mondjuk ital
amikor itallal kínálom például. Vagy ugye a függőségnél van nekünk egy Atosz nevű robotunk, akinek a mozgását kell utánozniuk, tehát itt lehet látni, fekvő támaszoznak a srácok. Vagy éppen ott egy vakkígyót játszanak el, amikor egy olyan srácra hagyatkoznak, aki mondjuk részegszemüvegben próbálja őket irányítani a lakcímükre. Tehát mennyire megváltozik a bizalmi érzet, hogyha a másik srác, akiben vakon bízunk, tulajdonképpen azt játszok itt el, az ittas, mint olyan. Eljátszunk internetes veszélyekkel kapcsolatos játékokat is, tehát számtalan a cápa zenéjére. Tehát mindenféle más ilyen hangeffektek is vannak benne, meg mindenféle más ilyen zene aláfestések is. Ugye, hogy épül fel? Van benne felvezető rész, ráhangol előadások, ez még az iskola életében. Ezek témakörönként vannak összeállítva. Ezt követően pedig kimegyünk az udvarra, és kint pedig egy 2,5 órás bemutató kezdődik, ami szakmai bemutatóval kezdődik, és ezt követően pedig ugyan van a szituatív rész, és ezt zárjuk le igazából a közlekedési balesetekkel. Itt is lehet látni, hogy eddig 8778 gyereket értünk el 4 év alatt. A felvezető előadások feladata igazából, hogy ráhangol. Egyfajta ilyen táptalajt szolgáltat, kapcsolatot teremt. Van benne első segélynyújtása mindennapokban, önvédelem, börtönvilág, döntési helyetek. Itt is lehet látni, éppen egy ilyen féltékeny szituációt játszunk el a sráccal. De a börtönvilág is teljesen interaktív, mint lehet látni. Ugye vagyonvédelem, élménypedagógia, mint közösségfejlesztés, internetes veszélyek, vagy éppen felelős állattartás is új elemként került bele. Közben nem néztem a táblámat. 0 percem van? Nagyon jó. Akkor és mellett ugye itt vannak a szakmai bemutató részek, és ugye a szituatív elemek, amiket mondtam, rablás, garázdaság, testi sértés, vagy éppen túlszejtés az iskolában egy bukás miatt, tanárnőt rabolja el a fiatal srác. Ilyenkor olyan tanár kell, aki népszerű is persze, hogy kérjék azt a srácot, hogy szabadítsuk ki. Úgyhogy mindenféle elemek vannak benne, lehet látni, érzelmeket is mozgat meg, tehát kompetenciákat fejlesztünk, van benne öröm, van benne sírás. Ugye a balesetnél is, és az utolsó gondolatom, ott is például egy valós történetet mesélek el, az ott van egy zenei aláfestés, hangeffektek, és mellette pedig ugye látják azt, hogy a tűzoltók, a mentősök, a rendőrkollégák, a polgárok hogyan dolgoznak a helyszínen. Itt lehet látni, hogy mennyi helyszínen megfordultunk már az elmúlt 4 évben. Egyébként, hogyha az interaktív poliszt is hozzászámoljuk, akkor 72 bemutatónk volt már. És hogy hol lehet jelentkezni, ugye itt vannak a résztvevő szervezetek, számtalan szervezet van benne, itt van ezt a bűnmegelőzés.info oldalunk. Ott a reakcióról találhatnak szintén egy ilyen szűkebb leírást, és mellette itt a diákoknak a véleménye volt, ugye mennyire meglepődtek, amikor nem erre számítottak, mert egyfajta ilyen szkeptikusan fogadták a rendőrségi programot, aztán meglepődtek, és akkor itt van a jelentkezés, mint olyan, hogyha valaki az iskolájába. Persze azt kérem szépen, aki jelentkezik, ez a program látványos, jó, tényleg hatékony tud lenni, viszont akkor, hogyha van egyfajta felvezetése, tehát a bűnmegelőzésre, mint olyanra hangsúlyt fektetnek az iskolába, és van egyfajta lecsengetése is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hát sajnálom, hogy túlléptem ezt a keretet, és örülök, hogy végre bekerültél abba a területbe, ahol látlak is. Úgyhogy sajnálom, de akkor köszönöm szépen a figyelmet, és további jó konferenciát kívánok.